Kedves nézőink, most pedig kérem tekintsék meg filmünket, amelyet az új évköszöntő rendezvény vendégeinek vetítettek le az elmúlt pénteken. Egy városban lakó ember életét, életminőségét, jóllétét sok összetevő határozza meg. Ajka városvezetésének az elmúlt években a határozott fejlesztési koncepciója az volt, hogy az itt élő emberek életminőségét pozitív irányba befolyásoló fejlesztéseket valósítson meg. Megújultak a panellakások, a nevelési-oktatási intézmények, a közösségi terek. Utak, parkolók épültek a lakosok kényelmének növelése érdekében. A lakosság egészségi állapotának megőrzéséért megújult a térség legnagyobb egészségügyi intézménye. A sport és a versenysport szintén kiemelt figyelmet kapott, ami fontos szereppel bír az egészségmegőrzésben is. 2015 a fejlődés és a gazdasági sikerek éve volt Ajkán. A városban működő vállalkozások jelentős sikereket könyvelhettek el az elmúlt évben. Több cég is kiemelkedő fejlesztéseket hajtott végre, ami a foglalkoztatás bővülésével vagy a termelés hatékonyságának növekedésével járt. A Veszprém megyében működő top 100 cég között 20 ajkai gazdasági szervezetet találhatunk éves árbevétele alapján. Ajkán mintegy 20 gazdasági szervezet éves nettó árbevétele alakul évi nettó 1,5 milliárd forint körül. A Löbeljé Formaöntöde ZRT az utóbbi évek legnagyobb beruházását valósította meg Veszprém megyében. 8 milliárd forintból új gyáregység kialakítását kezdték meg. Az új üzemcsarnokba robot technológiát telepítenek. A gyár foglalkoztatotti létszáma jelenleg megközelíti a 800-at. A beruházással további 100 munkahelyet létesítenek, köztük 30-40 mérnök felvételével számolnak. Az új csarnokot 2016 végén adják át. A Poppent Potof Hungária Kft. 2015-ben 20 millió eurós beruházást valósított meg, melynek segítségével 70-80 fővel bővítették a foglalkoztatottak létszámát, és további 50 fős bővülést terveznek. A fejlesztések eredményeképpen bővült a cég gyártókapacitása, új technológiát vezettek be, és termelőberendezéseket vásároltak. A cég vezetése szerint akkora beruházást hajtottak végre ebben az évben, mint a cég alapításakor. 2015-ben a Poppent Potof Hungária Kft. Nyerte el Veszprém megyében az év vállalkozása díjat nagyvállalat kategóriában. Elsősorban a 20 millió eurós beruházásunkat emelném ki, ez a hideghúzott csöveknek a gyártására szakosodott területünknek a kialakítása volt. Ide azóta felvettünk körülbelül 70-80 embert, és itt gyártunk ilyen országokban, mint Kína, India, Dél-Korea, ezek a távol-keleti vevőink, aztán Európába több helyre szállítunk. A Bolsz alkatrészgyártó Kft. 2004. decemberében kezdte meg Ajkán a termelést. A 2000-es évek során egyre több termelősort helyeztek üzembe az ajkai gyárban. Azóta az üzem megduplázta mind foglalkoztatotti létszámát, mind éves forgalmát. 2015. májusában adták át a gyár legújabb gyártócsarnokát, amely összességében 1,8 milliárd forintos beruházás volt. Ez további 50 munkahelyet teremt, és várhatóan évi 10%-os árbevétel növekedést von maga után. Most avattuk föl az 5000 négyzetméteres új csarnokunkat, ami egy projekt részeként készült el. A Széchenyi terv keretében kaptunk támogatást, az összberuházás értéke 1,8 milliárd forint volt, és ennek a projektnek több alprojektje van, többek között új termékek kifejlesztése, új lakgyártás és lakfejlesztés, nyomatékszenzorok fejlesztése, különböző élettartam tesztek, tesztberendezéseknek a
kivitelezése, és gyakorlatilag mindennek a növekedésének a kapcsán volt szükséges magának az épületnek a bővítése is, nem csak a gyártócsarnoknak, hanem a kiszolgáló egységeknek, úgy mint a raktárnak, élettartamtesztlabornak, különböző műhelyeknek, méréstechnikai laboroknak, illetve egy nagy irodaszárnyat is kiegészítettünk, bővítettünk a meglévő csarnokhoz, hisz rengeteg szerviz tevékenységet, vevői kapcsolattartást, pénzügyi könyvelést hoztunk át az elmúlt években különböző más bonds cégektől, és ezáltal gyakorlatilag maga a portfóliója a cégnek bővült. Az SKS és a Bock Kft. 21 éve van jelen Ajka gazdasági vérkeringésében. Az Ajkai SKS és a Bock Hungária Noszlopi üzeme a Bock cégcsoport legfontosabb pillérei, melyek a jövőben a szervezeti átalakításoknak köszönhetően egy cégé olvadnak össze. Noszlopon zajlik majd a fejlesztés, amely munkahelyteremtéssel is jár. A magyar leányvállalatok összeolvadásával a cég versenyképességét szeretnék növelni. A tervezett vállalati átalakítással a magyarországi növekedés nagyobb lesz, mint a németországi cégcsoporté. Keresünk új dolgozó, mert itt a környéken nagyon kevés a munkatárs lehetősége, de ha van lehetősége, biztos minimum 30-40 új dolgozó itt kell. Nem csak operatorok, akkor kell mérnök is, kell szakember is, akkor ha van valaki, keresd munka, akkor mindig itt lehet bejönni. A Bakony-Balaton mehatronikai és járműipari klaszter 2015-ben ünnepelte 10 éves fennállását. A 43 taggal működő szervezet résztvevői egymás jó gyakorlatait, jó példáit ismerték meg. Az együttműködés eredménye az innovációs és duális képzőközpont kialakításának terve az ipari parkban, ami újabb mérföldkövet jelentene a klaszter életében. A projekt megvalósítását pályázati forrásból tervezik. Rengeteget tanultunk egymástól, aztán a létszámunk az fölbővült 10-párról, most már 43 klasztertagunk van, úgyhogy nagyon sok minden történt, 10 év az nagy idő. A klaszter közgyűlésének a Kókai Tömítés Technikai Kft. Adott otthont, ahol 2015-ben új csarnokot avattak. Ma már 350 főt foglalkoztatnak, a kutatás-fejlesztés területén pedig 10 főt. A klaszterben történő együttműködés nagy lehetőségeket rejt a kutatás és fejlesztés terén az ajkai cégek számára. Hát a klaszternek pont az a lényege, hogy egymást tudjuk támogatni, egymással együtt tudunk működni. Erre nem is olyan régen pont egy példánk is volt, egy újonnan megismert klasztertaga volt egy közös projektünk. Tehát ez mindenképp arról szól a klaszter, hogy egymás munkáját hogy tudjuk támogatni, illetve egymástól hogy tudunk tanulni adott esetben. A magyar iparművészet egyik legjelesebb reprezentánsaként az ajkai kristálytermékek hungarikumként bekerültek a megyei értéktárba. A manufakturális eszközökkel gyártott, több mint 100 éves szakmai kultúrán alapuló Ajka kristálytermékek országon belül és kívül is elismertek. Az Ajkai Magyar Imre Kórházat 2010 óta európai uniós támogatások segítségével újítják fel. Az épület energetikai fejlesztések során közel 500 millió forint támogatásból valósult meg az elavult nyílászárók cseréje. A társadalmi infrastruktúra pályázatai keretében fejlesztették a sürgősségi ellátást, és megújult a rehabilitációs központ is, valamint jelentős eszközbeszerzést valósítottak meg. A több mint 1,6 milliárd forint összköltségű beruházás segítségével a Magyar Imre Kórház ismét a térség egyik jól felszerelt egészségügyi intézménye lett. Ez a kórház megfelel, talán még átlagon felüli színvonalú is, mint a többi magyar kórház, és gyönyörű a környezete. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon az egyik legszebb fekvésű kórház az Ajkai Kórház. Ajkán 7200 panellakás van. Ebből már a 6000-dik újult meg 2015-ben az Ifjúság utcában. Az ablakcseréknek és szigetelésnek köszönhetően a lakók nem csak energiát és pénzt takaríthatnak meg, hanem a környezetük is sokkal szebb lett. Mára Ajka legrégebbinek számító tömblakásai is megújultak. Hát a kezdetektől fogva, ugye itt szinte a fákkal együtt nőttünk mi is föl, mert ezek is, azok a platánfák itt ebben az utcában, hát mit mondjak,
nagyon régiek is, ma most azok is, meg a mi előttünk is most már megnőttek. És tényleg egy családias környék ez. Én nagyon szeretek itt lakni. Ajkán a leginkább várt fejlesztések közé tartozott a városi uszoda felújítása, ami a sportolni vágyóknak és a lakosságnak is egyaránt fontos. A felújított létesítmény új wellness kínálatával még inkább alkalmas lesz a szabadidő egészséges és hasznos eltöltésére. 2015-ben elkészült a jégpálya is, melyet sportolásra és szórakozásra egyaránt használhat a lakosság. Az új sátorkomplexum mellett a volt bányászpálya is megújult, így a sportolni vágyók ma már kiváló feltételek mellett sportolhatnak. A TAO támogatások segítségével az Ajkai Kézilabdaklub sportolási feltételei is javultak, hiszen 2015-ben adták át a Fekete Vörös Marti iskola felújított tornatermét. 5 öltözőt teljesen felújítottak, korszerűsítették a fűtést, és az 1000 négyzetméter nagyságú sportpadló is megújult. A lakosság életminőségét igyekezett a városvezetés 2015-ben a városi infrastruktúra fejlesztésével is javítani. A jelentős fejlesztések közé tartozik a Kinizsi utca útburkolatának és vízelvezető rendszerének régóta várt felújítása, ami korábban sok problémát jelentett az itt élő lakosok számára, hiszen a nagyobb esőzéseket követően házaikba sokszor betört a víz. A kapubejárók felújítása szintén az ott lakók kényelmét szolgálja. Nagyon fontos helyszín szeretteink nyughelye, ahová a városlakók nagy számban látogatnak el az év minden napján. Így fontos fejlesztésnek számít a temető parkolójának bővítése is. Egy közösség életében fontosak a hagyományok, amelyek lehetőséget teremtenek a közös együttlétre, erősítik a valahová tartozás érzését. A közös múlt ismerete és szeretete segíthet a sikeres, közös jövő építésében is. Az Ajkai Randevú a 2014-ben megkezdett városrészek történetének feldolgozása nagy sikerrel folytatódott 2015-ben is. A rendezvénysorozat nyomán erős, tenni akaró helyi közösségek alakultak, akik a rendezvényeik segítségével hozzájárultak az Ajkainak lenni jó érzés kialakulásához. Az elmúlt évben volt a 800 éves Ajka ünnepe, és akkor ismergettünk meg a 7 városrész képességeivel, és úgy gondoltuk, hogy kár ezt egy egyszeri megmutatkozásra hagyni, és megpróbáltunk ebben a 2 napban egy kis ízelítőt adni abból, amit a városrészek fel tudnak mutatni. 2015-ben a 21. Bakony Néptáncfesztivál programján a városlakók élvezhették a népi tánckultúra remekeit, amely több mint fél évszázada nagy jelentőséggel bír a városban az Ajka Padrakút táncegyüttes tevékenységének köszönhetően. Az Ajka tárlatot 1972-ben rendezték meg először, és ma is a legrangosabb művészeti eseménynek számít a városban. 2015-ben 140 alkotó 170 alkotását tekinthették meg a látogatók a megújult művelődési központ kiállító termében. Az ajkai festő, grafikus és iparművészek tevékenységével vált jelentőssé a képzőművészet a városban. 2015-ben volt 150 éve annak, hogy az ajkai térségben, Felső-Csingerben megindult a szénbányászat, és 50 éve volt annak, hogy átadták az Ajkai Bányászati Múzeumot. A helyi bányász hagyományőrző szervezetek bizottságot alakítottak, hogy a másfél évszázados évforduló méltó megünneplésének programját megtervezzék és megszervezzék. Évente több alkalommal szórakozhatnak a városlakók az agórán. Az Ajkai Bor és Tócsi Fesztivál, az augusztus 20-i rendezvények, a Mikulás látogatása, valamint a karácsonyi vásár eseményein mindig zsúfolásig megtelik a tér. Ajkán már hagyománnyá vált, hogy a város lakossága jókedvűen búcsúztatja az óévet az agórán. Ajkán több mint 30 ezer ember él, és több mint 14 ezer ember dolgozik. Életminőségüket a szolgáltatások bővítésével, az infrastruktúra folyamatos fejlesztésével,
a szabadidős lehetőségek bővítésével lehet jobbá tenni. Így 2016-ra is akad majd bőven fejlesztési elképzelés, megvalósítani kíván cél. Az iparcikkpiac kialakítása egy a mostaninál jóval nagyobb helyszínen a városlakók kényelmét szolgálja majd. A szabadidő eltöltésére pedig további nagyévű sportfejlesztési elképzelései vannak a város vezetőinek. A jövő gazdasági sikereinek záloga a munkaerő, amelynek jelenlegi hiányát szeretné csökkenteni az önkormányzat a gazdasági szervezetekkel közösen. Maradt még 1200 felújításra váró panellakás, és tovább folytatódik az egyéb szerkezetű lakások felújítása is. 2015 a sikerek éve volt. 2016 a városlakók éve lesz, melyben birtokba vehetik és élvezhetik az előző év megvalósult fejlesztéseit.